Mielőtt a mesterséges intelligencia tanszék jelentőségéről beszélgetnénk, szóljunk néhány szót arról, hogy milyen a magyar informatika képzés, nemzetközi szinten hogy állunk? A mi képzéseink azok mesterszinten kettős diplomás képzések, ami azt jelenti, hogy ugyanazon tanterv, tartalom és követelményrendszer szerint ugyanazon a színvonalon angol nyelven biztosítunk olyan kiváló képzéseket, mint a, éppen a mesterséges intelligencia tanszékhez kötődő mesterséges intelligencia képzésünk, mesterképzésünk, vagy a terepi robotika, ami szeptemberben indul, vagy a Bosch által kezdeményezett autonóm rendszer informatikus szak, ami az intelligens vezetés támogató rendszerek, szoftverek készítéséhez és tervezéséhez nyújt felkészítést. És hát ehhez illeszkedik az alapképzésünk, ami erre készít föl, és rajta vagyunk, a világranglistákon láthatóak vagyunk, és mindezek azt is eredményezik, hogy nagyon sok külföldi jelentkezőnk van, most már hallgatóink egyötöde külföldi hallgató, 20%-a, egy nemzetközi képzés, egy nemzetközi kar vagyunk. Tudjuk, hogy mekkora igény van a munkáltatók részéről a programozókra. Azok, akik elkezdik az egyetemet, el is végzik, vagy előfordul, hogy még egyetemista korukban elszívja őket a munkaerőpiac? Az a jellemző európai és hazai szinten is, hogy nagyon nagy a lemorzsolódás, mint egy 50-60%-os. Nálunk nincs így. 2016-tól indítottunk egy diáktámogató programot, amely sikeresnek bizonyult. Nagyon sok elemből áll, én ezeket most nem sorolnám fel. A lényeg az, hogy egyötöd alá 10-20% közé sikerült csökkentenünk azt, ami hallgatókat elveszítünk. Tehát a nagy része a hallgatóknak 80% az ELTE informatikai karon a programtervező informatikus alapképzésben sikeresen elvégzi most már az alapszakot. Úgyhogy ez egy biztató változás, én is azt gondolom egyébként, hogy nem feltétlenül az az út az informatikus szakember hiány csökkentésére, vagy legalábbis nem az egyedüli út, hogy a felvételi létszámokat neveljük, hanem azokat a nagyon tehetséges hallgatókat, hát hozzánk most már olyan hallgatók érkeznek, ahol 451 pont az átlagpontszám, tehát nagyon kiváló hallgatók, az ország második legjobb hallgatói minőségét felmutató kara vagyunk. Én azt gondolom, hogy itt az a felelősségünk, hogy ezek a hallgatók minél nagyobb arányban végezzenek, és ez a kulcsa annak, hogy a szakember hiány is csökkenjen, és magasan képzett informatikusokat tudjunk adni a magyar gazdaságnak. És akkor beszéljünk a mesterséges intelligencia tanszék létesítéséről. Említette, hogy ilyen képzés már van az egyetemen, akkor mégis miért a külön tanszék jelzésértéke is van? A mesterséges intelligencia képzésünk egyébként ebben a formában kb. 2 éve indult el. Voltak ilyen képzési moduljaink, de az, hogy egy teljes mesterszakos képzési anyag, ez jogilag ugyan specializáció, de valójában tartalmilag egy teljes szak, amit mi nyújtunk. Ez bizony nem függetlenül indult el a mesterséges intelligencia tanszék létrejöttétől, és a tanszék sem most jött létre, hogy úgy tudnám ezt mondani, hogy hát futtában éri el a 0 kilométer követ, tehát ez körülbelül 2 éve működik ez a tanszék, csak a Covid és egyéb infrastrukturális körülményeket ugye meg kellett teremtenünk, a beruházások csúsznak. Ennek köszönhetően a hivatalos ünnepélyes megnyitóra most tudtunk sort keríteni, de ez egy működő tanszék. Olyannyira, hogy Európai Uniós Mesterséges Intelligencia Kiválósági Programnak a részese, ami egyedülálló az országban már is, tehát közvetlen uniós szinten is a legjobbak között ott van ez a tanszék, és számos más projektje is fut, olyan, ami a Bosch támogatásával működik, de olyan is, ami más cégekkel, vagy pedig hazai pályázatokban működik. A tanszéken kutatást is végeznek? Egyértelmű, tehát nálunk az az oktatás, kutatás és a vállalati kapcsolatrendszer fő szervezési elve, hogy ezek egységben hatnak. Ez a harmadik generációs kutató egyetemi modell, ugye a 19. század végén Humboldt, aztán Eötvös Loránd is elmondta azt, hogy akkor jó egy egyetem, hogyha a hallgatót bevonjuk az alkotó folyamatokba. Ha újat alkotni képes kutató, oktató tanítja őt, és vele együtt tanulja meg ezt, hogy hogyan lehet új ismeretet létrehozni, új algoritmust, új szoftver alkotási módszereket, új megoldásokat a mesterséges intelligenciával, példát mondjuk, de 1970 óta a vezető nyugati egyetemek tovább léptek ezen, és azt mondták, hogy nem csak az oktatás és a kutatás egysége fontos az oktatási színvonal érdekében, hanem az oktatás-kutatás innováció az üzleti résznek az együttes
működtetése fontos, tehát a mi hallgatóink azok csoportban dolgoznak az egyetemen, a mesterképzésük, doktori képzésük részeként, vállalatok így a Bosch által behozott projektfeladatokon, és ennek az üzleti hasznosítási oldalát is értik, és folyamatos visszajelzéseket kapnak a Bosch-tól és más cégektől, hogy az, amit ők létrehoznak új tudást, ugye a doktori hallgató és a kutató vezetésével új tudás jön létre, az mennyiben segíti a vállalati partner versenyképességét, az hogyan használható a gyakorlatban. Definiáljuk a mesterséges intelligenciát, mert nem mindenki számára egyértelmű. Tulajdonképpen egy mesterségesen létrehozott tárgyról van szó, amely emberi beavatkozás nélkül képes reagálni a környezeti behatásokra, képes hasonlóan viselkedni, mint egy élőlény, és tanulni is hajlandó és képes. Önvezető járművek, gépi látás, ipari automatizáció, emberi agyműködést utánzó rendszerek, sokféle kontextusban hallunk mostanában a mesterséges intelligenciáról. Az ELTE-n van-e egy fókusz, amelyben kutatnak, vagy minden ágával próbálnak foglalkozni? Hát a Bosch kezdeményezésére, az ő igényeire, ugye itt mindig az a lényeg, hogy az egyetem ne a saját preferenciáit, meglévő tudását próbálja eladni egy vállalati együttműködésben, ugye egy ipari tanszék az a vállalati együttműködés csúcsa. Tehát itt mindenképpen az a lényeges, hogy mi arra tudjunk választ adni, amit a vállalat vagy a vállalatok kutatásfejlesztési központjai tőlünk igényelnek. A Boschnak a legfontosabb igénye az a vezetés támogató szoftverrendszerek területén jelentkezett, és ezt mi meg is tudjuk válaszolni, és olyan területeken is, mint egy ilyen gépjármű, ami valamilyen szinten önvezető vagy önvezető szintek egy adott részét már hozza, az rengeteg szenzort, érzékelőt tartalmaz. Ezeknek az érzékelőknek a jeleinek a feldolgozása, a térbeli tájékozódás, a számítógépes látás is ide tartozik, de azok a mesterséges intelligencia modellek is, amik valóban neurális hálók mélytanulási technológiájára épülnek, és például a közlekedési szituáció meghatározására képesek, azonosítják az úton a mozgó gépjárműveket és más közlekedési szereplőket, illetve ami nálunk a fókuszban van hangsúlyosan régóta, ez a humán gép, a mesterséges és az emberi intelligencia találkozása. És ez ezen a területen is fontos, mert egy részben önvezető, vagy azt mondanám, hogy vezetéstámogató szoftverrel rendelkező gépjárműben fontos az, hogy a gépjármű vezetője az vajon éber, figyele, reagál-e, helyesen reagál-e, és ehhez a szoftvernek alkalmazkodnia kell. Ez egy példa arra, de az okos gyárak egy hasonló példa, az ipar 4.0 gyártósorok területe. Nagyon fontos példák arra, hogy nem önmagában a mesterséges intelligencia alapú szoftver az, ami mindent meghatározna, hanem ennek a szoftvernek, ennek a mesterséges intelligencia környezetnek az emberi intelligenciával való, az emberrel való együttműködése. És ezen a területen nagyon érdekes kutatási projektek futnak a tanszéken. Az informatika világában vajon miért van szükség a népszerűsítésre? Mindenki nyomkodja a telefonját, a laptopját, a tabletjét éppen, ami nála van. Akkor mégis mi hiányzik a fiatalokból, hogy jelentkezzenek? Talán pontosan ez, hogy megértsük azt, hogy nem ez az informatika tudománya, és nem ez az a szakma, amit tanulhatunk az egyetemen. Biztos nagyon izgalmas és fontos, és az egész társadalom digitális transformációjához nagy mértékben hozzájárul azok a digitális készségek, amiről ön beszélt, de hát az a igazán izgalmas része számunkra, szakemberek számára, hogy hogyan lehet jól elkészíteni azokat a szoftver alapú megoldásokat, amelyek legjobban támogatják ezt a digitális transformációt, amely biztosítja azt, hogy a felhasználó megbízható, jó megoldásokkal találkozzon. És ugye különösen érdekes az, amikor elosztott rendszerek szolgálnak ki bennünket, és ma már minden az elosztott rendszer alatt azt értjük, hogy a szoftver nem egy helyen fut, hanem több komponense, egy komponense a mobiltelefonon, egy komponense valahol közel egy szerveren, egy harmadik komponense messze a felhőben, hogy ezek hogy működnek együtt, és ez az autonóm gépjármű területen is nagyon izgalmas, mert ott is van egy ötödik generációs mobilhálózat alapú együttműködési protokoll lehetőség a résztvevők között. Szóval ezek a kérdések az izgalmasak egy szakember számára és a szakemberek képzése szempontjából.
másokról is. És hogyha mi ebben a pályázatban, amit ön említ, ez egy EFO pályázat, ami 4 évig futott, be tudjuk mutatni azt, hogy miről szól egy informatikus munkája, hol alkot újat, ezek milyen kérdésekre, szakmai kérdések, amikre ő választ ad, akkor olyan hallgatókhoz juthatunk, akiket tényleg ez érdekel. Ugyanis hát látjuk azt, hogy amikor megérkeznek a hallgatók, nem tudják, hogy mire érkeztek. Pontosan ezzel az élménnyel jönnek, hogy hát ők milyen jól játszottak a számítógéppel. Hát a képzés nem erről szól. Azért egyre nagyobb arányban vannak olyanok, akik igenis felkészülten érkeznek hozzánk, ahogy említettem, nagyon jó a beérkező hallgatói minőség, de továbbra is szükséges az, és a lemorzsolódás csökkentő program, amit említett, annak nagyon fontos része az úgynevezett pályaidentitás erősítése. Tehát, hogy segítsük a hallgatónak a belépéskor megérteni, hogy mi is az a szakma, amihez ő most nagy erőfeszítéseket tesz, mert ez nem egy könnyű képzés az egyetemen, hogy megszerezze a diplomát hozzá. És hát ugyanezt visszafelé még fontosabb megtegyük, tehát a fiatalabb korosztályok felé, a közoktatásban, a középiskolások, sőt egészen az óvodáskorig visszafelé. Nekünk egy korai motivációt és egy korai ismeretátadást kell biztosítanunk ahhoz, hogy a diákok helyesen döntsenek, és az érdeklődést is felkeltsük. Na most két olyan tényező van, ami miatt nagyon fontos még ez a program. Az egyik az, hogy nagyon kevés lány jelentkezik informatikusnak, ami teljesen indokolatlan. És ez is visszavezethető oda, hogy a fiúk azt gondolják, hogy ők tudják, mi az informatika, hát milyen jól játszottunk a géppel. A lányokat ez valamiért kevésbé izgatja, és nem tudják, hogy valójában egy nagyon is alkotó szakmáról van szó, amihez ő nekik egyébként nagyon jó érzékük van, csak ezt nem ismerik föl. Valamikor a 80-as években a hallgatóink fele lány volt, és nagyon-nagyon sikeres sem végezték el a szakot. Most olyan 15%-on vagyunk, ez így nem jó. Tehát egy óriási lehetőség van abban, hogy több az informatika lényege iránt érdeklődő lányt szólítsunk meg. A másik az, hogy arányaiban kicsi az informatikus szakokra jelentkezés összességében az országban. Ez a körülbelül 8-10%-os arány, ez nem felel meg annak, ami a társadalmi gazdasági igény és ami a nemzetközi standard. Tehát jó lenne, ha többen választanák ezt a képzést és ezt a szakmát. És ugye a harmadik dolog az, hogy látjuk statisztikai adatokból, hogy a hátrányos régiókban, lemaradt gazdasági régiókban még rosszabb a helyzet, tehát onnan sokkal nehezebb bekerülni ezekre a képzésekre, mint a fejlettebb régiókban az országban. Tehát az az EFO projekt, amit mi futtattunk, nem csak informatikából egyébként, hanem matematika, biológia, fizika, és sok más olyan természettudományos terület is szerepelt ott, ami szintén szakember hiánnyal és tanár hiánnyal is küzd. Tehát ezeken a területeken futtattunk mi egy olyan programot, amiben 16 ezer diákot értünk el 470 rendezvényen, és iskolai partner kapcsolatokat építettünk ki, szakköröket indítottunk, tanárokat képeztünk tovább. Nagyon-nagyon fontos program, amitől azt reméljük, hogy még többen jönnek majd azok, akik tényleg informatikusok szeretnének lenni, tehetségesek, elkötelezettek, motiváltak, és ez az a szakma, amiben nagyon könnyen jön az az élmény, hogy én valami újat, érdekeset alkottam. Igen, eszembe jutott, hogy a lifelong learning, tehát az élethosszig tanulás, az bizony az informatika világában elengedhetetlen, mert hogy mindig új kihívások jönnek. Igen, ez így van, technológiailag nagyon gyorsan fejlődik, de nem csak technológiai szempontból, hanem a tudományos rétegeiben is nagyon rohamosan fejlődött ez a tudományág. Ugye ma már nem egyszerűen programozásról beszélünk, hanem a programozásnak is tudománya van, és sok más a hálózatok fogalma, ugye elindult valamikor, néhány évtizeddel ezelőtt az első néhány bit továbbküldésével az egyik számítógépből a másoknak. Ma már ugye az internet világa mindannyiunknak ott van természetes módon, de mögötte rengeteg hálózati protokoll és algoritmus, ami kialakult. Tehát ez nagyon izgalmasan fejlődő tudományág és gyorsan fejlődő tudományág, amiben úgy a technológiai, mint a tudományos szakmai tartalom az olyan, hogy újra és újra megújul. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Az elmúlt percekben Horváth Zoltánnal beszélgettem, aki az ELTE informatikai karának dékánja.